Köszöntöm a tisztelt zsűrit és a kedves hallgatóságot. Muhai Réka vagyok, a Pécsi Tisztelt Király Nagy Lajos Gimnáziumából. Előadásom témája pedig Csontváry Kocka Tivadar Bábek című festménye. Csontváry műveivel kislánykoromban találkoztam először, és már ekkor kedvenceimmé váltak. Csontváry festői pályáját viszonylag későn, 40 éves kora körül kezdte, ám ezt évekkel korábban megelőzte egy misztikus kinyilatkoztatás élmény, miszerint egy égi hang szólította meg a válla fölülről, és azt ígérte, ő lesz a világ legnagyobb napútfestője. Csontváry ezt követően lelkiismeretesen készült a nagy küldetésre, és gyógyszerészi pályája mellett több festőiskolába is beiratkozott. Egész életét és művészetét meghatározta ez az, ahogyan ő fogalmazott, pozitívumtól, felsőbb hatalomtól való sugalmazottság, a prófétai szerep. Úgy gondolta, csak is isteni megbízásból lehet maradandót alkotni, és ezzel talán megválthatja a romló világot, valamint hazáját a nagy nemzetek sorába emelheti. Művészettörténeti előadásomban néhány olyan meghatározó motívumot, jellegzetességet szeretnék megmutatni, melyek Csontváry világmagyarázatáról, misztikus elhivatottság tudatáról tanúskodnak főművében, a Bábekben. Ezt az előző fordulót a több részlete is bővítettem. Csontváryt egyetlen stílusirányzatba sem lehet maradéktalanul besorolni. Jellemző rá a posztimpresszionizmus, az expresszionizmus, legfőképp a szimbolizmus, ám Csontváry magányos művészként mindig is a saját útját járta. Bábek, a közel-keleti kisváros, a mai Libanon területén található, számos kultúra virágzását és letűnését élte meg. Nevét Bál főnícia istenségről kapta, kinek személyébe később Jupitert, majd Hélioszt, a napistent vegyítették. Ekkor hívták a települést Héliopolisnak, a napvárosának. A festmény első pillantásra egy hatalmas, színpompás tájkép, ám Csontvárynak sokkal mélyebb mondani valója van művével. Misztikus üzenetet közvetít, és egyesíti magában minden festői törekvését. Egyéni ábrázolás módjára jellemző, hogy a lehető legtökéletesebb összhatás érdekében több részletet is változtatott a látképen, illetve néhány motívumot beemelt ebbe. A Bábek mind képileg, mind jelentésben három horizontális rétegre osztható. Az első a közel-keleti kisváros, a mindennap élet színtere. Csontváry vonzódott a keleti népek életviteléhez. Úgy gondolta, ő kevésbé szakadtak el a természettől, így tartózkodnak a szélsőségektől. A középső szint, ez az Akropolis, a mítosz szintje, ez a legjelentősebb, itt használja a legtöbb napszint. Némely épületről magába szívja, meg visszaveri, felén sugározza a nap aranyló színeit. Csontváry a napimádó vallást tartotta az igazinak, és őseinket is e kultusz követőinek tartotta. Szerinte nem véletlen, hogy míg a templom együttes többi tagja leomlott, addig a Jupiter, azaz az egykori naptemplom hatoszlopa épségben megmaradt. Eszmei mondani valót sejthetünk a mögött is, hogy mi a rómos fal, melyben az Akropolis, a naptemplom bejárata található, erős sárgás színű, addig a baloldali bor és mámor istenének emelt Bakusz Dionysos templom összhatásában halvány, fehér. Ám a hajnal bíbor ragyogását csak a naptemplom oszlopai hivatottak teljes mértékben visszaadni. A harmadik szint, az égi szint, ez a libanoni hegységláncokat láthatjuk itt, ez az isteni, végtelen természet szintje, mely kékes árnyalataival jól kiegészíti az Akropolis sárgás tömbjét. Csontváry a szintek között az átvezetést is megoldotta. A kisváros szintjéről a cédrus, onnan pedig a mítosz világába vezet, tehát onnan pedig a naptemplom oszlopai visznek át az égi szférába. Ebben egy ősi magyar mondavilágbeli elgondolásra, a világfa motívumra ismerhetünk, mely a világ különböző szintjeit köti össze. A cédrus, a magányos cédrushoz hasonló, mely Csontváry szimbolikus rejtett önarcképe. És a kellő elismerés nélkülöző művész fájdalmát, ugyanakkor végső diadalát, valamint az örökké valóságát jelképezi a halhatatlanság és elpusztíthatatlanság szimbólumaként. Csontváryt foglalkoztatta, és tudjuk, hogy Csontváry több művébe is belefestette önmagát. Úgy gondolom, hogy a cédrussal, a Bábek esetében erről van szó.
Csontváit foglalkoztatta a magyarság eredete is, a hun-magyar rokonság elméletét vallotta. Ezért is foglalta képébe Attila fejedelem áldozókövét, melyet egy másik képén, az áldozati kő Bálbekben címünk külön is megörökített. Csontvári a táját napfelkeltekor ábrázolja, azonban az árnyékok megjelenése ellentétes. A fény nyugati irányból érkezik, ahogy a napnyugtakor történne. Tehát a képen világításbeli szempontból kelet és nyugat tükörképszerűen helyet cserél. Itt ismét egy ősi hun-magyar mondavilágbeli gondolatra ismerhetünk, mely szerint a túlvilágon minden fordítottan jelenik meg, jobb és baloldal helyet cserélnek. Csontváry számos művén nagy jelentőség jut a fény és a sötét ellentétnek. Erre jó példa a cédrus tövében látható plasztikus, önmagában zárt zárt formát alkotó fényforrás, lámpás, mely jelképezheti a sötétséggel szembeni örök fényességet, valamint a reményt arra, hogy az elkorcsosult társadalommal szemben egyszer a jó kerül majd uralomra. Csontváry több művéhez hasonlóan a Bálbeken is megjelenik egy fekete-fehér, egymást kiegészítő alakpáros. Itt ismét a fény és a sötét ellentétre, valamint a Csontváry által oly tisztelt kelet filozófiájára, a taoizmusra is gondolhatunk, mely szerint a világ jelenségeiben meglévő örök ellentétek egysége a yin és a yang, melyek egymástól szétválaszthatatlanok. Ez pedig jól illeszkedik Csontváry panteista világ felfogásába. Mezei Otto szerint a kőfal feletti két kőtömb alakja is a yin-yang motivumot jelzi, mely képileg azonosítható a rák csillag jegyelével, ez pedig a nyári napfordulóval esik egybe. Ez azért is fontos, mert Csontváry maga is a rák csillag jegyszülötte volt. Viszont tudjuk, hogy Csontváry a tájat a téli napforduló idején ábrázolja, így egy újabb ellentétpár jelenik meg, a nyári és a téli napfordulói. Ez utóbbi pedig Jézus születése mellett a fény sötétség feletti győzelmét, az új életet, energiát jelzi, mely, mint tudjuk, Csontváry számára igen fontos volt. Ha alaposan megfigyeljük a képet, a cédrus alatt bal oldalt észrevettünk egy lovast fehér lovon, tőle jobbra pedig két fekete szamarat. A fehér lovat az ős magyarok szent állatnak és naperők közvetítőjének tartották, valamint keleten is a tisztaság egyik szimbóluma. A szamár, mely színébe is ellentéte a lónak, pedig a görög-római mitológiában a féktelen nemi vágy, így Dionysos Isten megfelelője volt, akinek Isten itteni templomáról már korábban esett szó. A tevéken ülő alakokban pedig a hazatérő három napkeleti bölcsre asszociálhatunk, főképp azért, mert tudjuk, hogy Csontváry a Bálbek előtt nagy motivumaként Jézus születésének helyét kívánta megfesteni. A Bálbeken feltűnik egy kis hajlékony zöld fa, melyben egy másik festményére, a pohászkodó üdvözítőre ismerhetünk. Ahogyan a fa az ég felé tartja az ágait, úgy tartja imádkozó karjait is az ég felé a messiás. Ezzel együtt azt figyelhetjük meg, hogy a Bálbekben több olyan motívum is megjelenik, melyek Csontváry más műveiben központi szerepet töltenek be. Ilyen az áldozók, a cédrusfa és az üdvözítő alakja. Ez is a mű szintézis jellegét erősíti, melyet Csontváry tudatosan tartott főművének. Csontváry Pécsi Múzeumának megnyitójára felfigyelt mind a közönség, mind a szakma egyaránt, és Vörös Sándor köszöntő versében fogalmazta meg Csontváry művészetének nagyszerűségét, mely a valóságon is túllendül, hogy egy soha nem látott új világot hozzon létre, hol isteni etna szebb a valóságnál, mennyet emelve honol. További céljaim között szerepel még Csontváry egyéb művein való szimbolika, színhasználat és ábrázolásmód megfigyelése, és végül pedig szeretném megköszönni a segítséget tanáraimnak, Huszár Ferencnek és Hosszú Csabának. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!